magnézium égésének a reakcióját fogjuk látni. Magnézium szalagot készítettünk elő, és lehet látni a magnézium szalagnál, hogy egy szürkés, fekete bevonat van rajta, ez az oxid réteg. Abban az esetben, hogyha smétlivel ezt kicsit megdörzsöljük, akkor lehet látni, hogy a felszínén fémesen csillog, tehát az oxid réteg, amely ebben az esetben tömör oxid réteg, nem engedi őt tovább oxidálni, ezért lehet szabad levegőn tartani. Tehát ő valóban fémes színű, és most a következő fog történni, a csipesz végéhez fogom helyezni, és lángba fogom tenni. A lángnak a felső része az, ami sokkal melegebb, lehet látni, hogy vakító lánga égett. Ilyenkor nem nézünk bele közvetlenül magába az égő magnéziumba. Lehet látni, hogy fehér por keletkezett. Valóban kémiai reakció volt, hiszen az oxigén az gázhalmaz állapotú, a magnézium pedig fémszínű, fém, és ebben fehér színű magnéziumoxid keletkezett. Magnéziumoxid bázis anhidrid, ezt ki lehet mutatni fenolftaleinnel. Ha rácsöpögtetünk fenolftaleint, akkor egy idő után, hiszen ez egy picit lassabban mutatja a reakciót, lila színnel az hidroxid ionokat mutatja ki. Vagyis a magnéziumoxid vizes oldatban magnéziumhidroxiddá alakul, és a hidroxid ionok lúgos kémhatást mutatnak.